Az előző szezonban szerzett bajnoki címet követően ismét az elsőséget és a feljutást célozta meg a Nyírbátori együttes. A nyári szünetben erősítésként érkezett Gadnai Attila, Tamás Menyhért Levente és Vasas György Nyíregyházáról, a szakmai munka irányítását pedig a nyírbátori kötődési Molnár András vette át. Mindenkinek össze kellett szokni, edzővel, játékosokkal. Egy új szisztéma került a játékrendbe, amit gyakorlatilag az őszi bajnokság utolsó 3-4 mérkőzésén, bár nincs tökéletes, de majdnem tökére fejlesztette már a csapat. Ez a későbbiekben is bizakodásra adhat okot. Számszerűsítve a tavaszi, illetve az őszi eredményünket, egyetlen egy pontot veszítettünk a 11 mérkőzés alatt. A már-már mumusnak mondható Kisvárda otthonában sajnos ott maradt egy pont, de én úgy gondolom, hogy büszkék lehetünk erre az őszi teljesítményünkre. A 6 NB2-es csoportból 2-ben még hibátlan az Éllovas, de a nyírbátoriak igyekeznek csak magukra figyelni, bíznak abban, hogy tavasszal valamennyi meccsüket meg tudják nyerni. Kezdünk hozzászokni, mert a tavalyi szezont is hasonló nyomás alatt úgymond játszottuk le. Most már azért azzal, hogy erősödött a keretünk, összekovácsolódott a csapat, már azért nincs akkora nyomás a csapaton, de mindenki átérzi ennek a felelősségét, és ez már most, mint említettem, az utolsó 3-4 mérkőzésen a pályán is megmutatkozott. Valóban más csoportokra is kell tekintgetnünk, hiszen a tavalyihoz képest az idén is a 6 NB2-es csoport 2 legjobban szereplő bajnoka jut fel egyeneságon, a majdan az egycsoportos NB1B-be. Mi, mint mondtam, egy ponttal hibáztunk, de hát hosszú még a tavasz, és bármi előfordulhat. Mi ennek szellemében készülünk, illetve végezzük a munkánkat, hogy csak magunkra figyelünk, megpróbálunk minél tökéletesebben szerepelni. Ennyit tudunk tenni az ügy érdekében. Mint Petneházi Zsolt elmondta, a riválisok is egyre erősebbek a csoportjukban. Talán ilyen erős még nem volt ez az északkeleti csoport. Ezt érezzük hétről hétre, és azt még inkább érezzük, hogy a mi csapatunk ellen bárhol is lépünk pályára, vagy jönnek hozzánk, gyakorlatilag mindent beleadva, teljesen esélytelenül, úgymond, szállnak küzdelembe ellenünk, és ez nagy mértékben megnehezíti a mi dolgunkat, de én úgy gondolom, hogy sportemberek vagyunk, és ez így természetes. A felkészülés már január 3-án elkezdi a csapat heti 4 edzéssel. Az év első hónapját egy 4 napos bentlakásos gyulaházi edzőtábor zárja majd.